Politikai bizonytalanság alakulhat ki Iránban, a közel pedig tovább nőhet a feszültség az iráni elnök halála miatt. Erről beszélt az m az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadója. Horváth József szerint, ha Irán elveszíti a stabilitását, annak komoly következményei lehetnek az Európába irányuló migráció és az orosz-ukrán háború szempontjából is. Az iráni elnököt és a külügyminiszter szállító helikopterrel vasárnap korai délután szakadt meg a kapcsolat. A mentőcsapatok csak nem 12 órás kutatás után találták meg a roncsokat. A becsapódást senki nem élte túl. Az államfővel együtt nyolcan vesztették életüket. Az incidens körülményei egyelőre tisztázatlanok. Elemzők szerint az elnök halála miatt politikai vákum alakulhat ki Iránban, a közel-keleten pedig tovább nőhet a feszültség. Az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadója az m azt mondta, Irán egy atomhatalom, amelynek szerepe meghatározó a térségben. Ha elveszíti stabilitását, annak komoly következményei lehetnek, nem csak a közel-keleten, hanem az Európába irányuló migrációra és az orosz-ukrán háborúra is. Irán a térségben egy meghatározó középhatalom. Mind a két irányba igaz ez. Tehát akár azért, hogy tovább eszkalálhatja adott esetben ezt a kritikus helyzetet, vagy mérséklő erő is lehet ebben a térségben. És ilyenkor nagyon nem mindegy az, hogy egy vezető furcsa körülmények között tragikus halált hal, és a következő hetek vagy hónapok, amíg ez nem nyugszik meg, amíg egy vizsgálat nem zárul le, amíg az utódját nem nevezik ki, ez mindig egy kritikus időszak egy-egy ilyen ország életében. A helikopter szerencsétlenségben elhunyt Ebrahim Raisi elnök egyfajta végrehajtó szerepet játszott Irán állami gazgatásában. Teljes mértékben lojális volt az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjéhez, Ali Hamanei Ayatollahhoz. Erről már a Matthias Corvinus kollégium történésze beszélt az M1-en. Veszprémi László Bernát hozzátette, nem várható jelentős politikai fordulat az új elnök megválasztása után, ugyanis egy olyan személyt ültethetnek az elhunyt államfőhelyére, aki folytatja elődje munkáját. Irán ugye nem különösebben híres a demokratikus választásokról, tehát nyilvánvalóan előre ki fogják szemelni az ő utódját, és ez a személy ugyanúgy végre fogja hajtani Irán programjának főbb célkitűzéseinek az elérését, mint az elődje, tehát olyan értelemben nem kell nagy meglepetésre számítani, hogy bárki is jön az ő helyében, nagy vonalakban ugyanazt a politikát, végrehajtó politikát fogja folytatni, mint az elődje. A szakértő hozzátette, Ebrahim Rajsi halálával a következő hetekben belső harcok indulhatnak meg az államfői pozícióért, az utódlás körüli bizonytalanságban pedig tovább nőhet az Irán és Izrael közötti feszültség.